Initial D-nek megfelelően ezzel New Balance cipőben tolod a hacsirókulak megfelelő egyébként, autóban. Egyébként, ha úgy vesszük, ez most pontosan olyan erős és nyomaték volt van, mint egy 1616-i hacsi. Basszus. És egyébként igen, ló, és a súlyra is stimmel. 137 Nm-re is. Gyakorlatilag építettél egy hacsit egy ladával? Lényegében igen. Tóth Andrist és a ladáját autós körökben nem nagyon kell bemutatni, ez egy viszonylag ismert páros, hogy úgy mondjam, de történt ezzel ennek az autónak a motorjával valami egészen izgalmas az utóbbi időben, úgyhogy azt gondoltam, itt az ideje, hogy megismerkedjünk vele. Erről fogom ma beszélgetni, tartsatok velünk! Andris, csak hogy elhelyezzük a térképen az autót. Ezt te mikor vásároltad eredetileg? Eredetileg 8 éve vettem, 2014 tavaszán. Az elsődleges terv ugye nem volt az, hogy szanaszét faragjam az autót. Ugye akkoriban már elég sokan csináltak az oroszoknál is, hogy ültetik a Zsigulit. Ez a klasszik resztokál vonalon, csak lemezfelni, ültetés, retro kiegészítők, figyelni a krómokra, nem számít, hogyha nem hibátlan a fényezés. Aha. És igazából nem is volt több a történetben, ugye a ködlámpa is ugye ennek a nyoma. Igen, az a névügye ennek az autónak. Ha igen, ezt meglátod, akkor már tudod, hogy te vagy az. Igen, ebből az időszakból származik. És tehát legyen egy olyan hobbi autó, amit hogy lehet, hogy napi szinten nyúzni, hogyha nem is minden nap, de ne az legyen, hogy a kapásból szanaszét kelljen szedni. Egy második gazdája vagyok, egy szimpla papás autó volt. Olvastam egy hosszú leírást arról, hogy mennyiféle stáció ment át ez a történet, és aztán ugye volt az vele, hogy egyszer kapott egy reszetet ez a projekt. Igen. Hogy finomak legyünk is nőjések. Igen, igen. De most a kérdés az, hogy amikor elkezdted újjáépíteni, akkor a cél ugyanez maradt, vagy a tanulságok alapján egy kicsit átgondoltad, hogy hova akarsz eljutni? Hát ugye már a lopás előtt ugye alapból át volt már fényező, mert annyiszor kellett belejavítgatni, meg lakatolni, úgyhogy nem volt más opció. Egyébként imádom a színét, tehát ez egy annyira jó szín. Igen, ugye ez, említek, ez egy régebbi évjáratnak a színe, 208 hivatalosan. Aha. De nem tudom, hogy most 75-6 körül volt már ez, ugye ez enyém ugye 79-es. Ó, akkor nálam egy picit még fiatalabb is, mert 78-os vagyok. Igen. Meg nekem ugye az volt az elsődleges terv, hogy építsek egy első szériást. Ugye nyilván az ember, amikor elszövesz Zsigulit, ezeket még nem tudja, hogy az igazi cukorka az egy első szériás. És akkor ugye ott az hogy... minőségben is jobb igen, volt. Igen, igen. És hogy hát nyilván azért 79-es az már azért nem arról szólt, de hogy akkor jó, akkor mi volt, ami az első szériás rajta van, és hogy lehet átfaragni. Aha. És akkor ez is egy külön történet, hogy ezeknek az alkatészeknek a vadászata, tehát nekem ez a másik, ami még... Ugye a sűrűboldás műszerfal, ugye Carello fényszorói vannak, amit lehet, azt mindent visszaöregítettem rajta. Amikor ugye ellopták a kocsit, akkor ugye nem lett meg a gyári motor, és akkor úgy voltam vele, hogy az előző, a gyári motor ugye is föl volt fúrva 1-2-ről 1-3-ra, mert muszáj volt. Tehát hogy ott már annyira lett a gyűrűket, hogy nem volt más opció, és akkor úgy voltunk, hogy jó, akkor innentől fogva már lehet bele a nagyobb motor, mert Most már nem eredeti, sőt, mert előtte is azért már eléggé elkezdtek elmászni a dolgok, és akkor lett egy 0-3-as blokk belerakva, az lett fölfúrva 1-6-ra, ugye a 79-es dugókkal, ugye ez a klasszik, ugye lényegében a 0-6-os blokk ugyanebből áll, csak a tömb számozása más, aha. És akkor így lett 1-6. Annyit síkoltunk belőle, hogy másfél milliméter ugrott a hengerfejből, és még bő másfél milliméter ugrott a blokkból is, hogy szintbe járjon. Állj! Értem. Síkolás lejött belőle akkor összesen 3 milliméter, hogyha jól érted. Tehát ennyivel került közelebb, igen. A szelepek ennyivel közelebb kerültek, igen. A hengerhez. Így van. A henger tetejéhez. Miért volt erre szükség? Elmászott a henger feje, vagy mi volt a probléma? Nem, ugye most egy 296-os tengely van benne, ami viszont igényli a nagyobb kompressziót. Á, tehát akkor ezt tulajdonképpen a kompresszió kedvéért csinálják. Pontosan. Ugye eddig 9-6 körül volt, most 11 fölötti kompresszió van benne.
Te jó ég! Úgy azért az nem kell. Akkor most már csak százassal tudsz járni? Csak százassal. Ezért is csak százassal jártam azért, hogy kíméljem az üzemanyagrendszert. Itt ugrálok a témában, de hogyha jól olvastam, akkor volt az 1.6-os blokk mögött 5-ös váltó. Igen, 3.9-es diffi. 3.9-es diffi. Az egyébként sperres is, vagy csak rövidebb? Most már sperres. Most már sperres is? Sperres. Klasszikus torzen van alatta, semmi extra. Hát zsiguli azért az... egy klasszikus torzen az nem kis dolog. Ugye versenysportra lamellást szoktak használni, de ide utcára egy torzen nekem bőven elég. Világos. Amikor padoltuk, volt 70-74 ló, tök jó. Tehát még mielőtt ez a síkolás és a magas kompresszió megtörtént. Igen. Akkor igen, volt igen. 74 ló erő. Oké. Okay. Ugye akkor volt ugye 74 ló azon a padoláson, és hogy jó, mik az opciók? Turbot nem szerettem volna bele, mert nem illik az autókkal, ennek az autónak a karakteréhez nem illik. Pedig egy prüszkörös tada azért mindenkit meglepne. Igen, nyilván. Volt hozzá szerencsém, nagyon-nagyon-nagyon kéne, de nem ebbe az autóba. Tehát egy, okay. Itt ugye tényleg annyira próbálok a klasszikus vonalon maradni, hogy nem szerettem volna bele meg azzal zsúfolt a motortér. Nekem meg ugye azért számít, hogy azért relatíve clean legyen. Jó, mondjuk ezt adom, tehát ez egy nagyon szép tiszta motortér, nagyon-nagyon tetszetős. Van még opcióként a dupla karbi, de a dupla karbival az a probléma, hogy nyilván lehet, hogy ezzel nem sokan értenek egyet, mindegy is, hogy nehéz beállítani, és onnantól fogva is egy szűk tartományban lesz jó. Tehát, hogy ha forgatott, vagy akkor jó, hogyha melege van, vagy akkor, hogyha hideg van, mindenre érzékeny. Szívtam én eleget sima a gyári kéttorkú karbival ahhoz, hogy ne akarjak egy négy torkút. Na várjál, tehát akkor kilőtted a turbót és kilőtted a karburátort. Akkor ez most egy befecskendező. Ez most igen, lényegében ugye ezek ITB-k. Igen, ez egy ITB szett. Ez egy komplet ITB szett, és ugye azért választottam ezt, mert hogy a fogatási pontjai elte megegyeznek a Weber Dell'Orto karbikkal, és ugye ezért előnyös, mert minden, amit a karbikhoz gyártottak ladához, kompatibilis az ITB-hez. Atyavilág, én olyan rengeteget nem vezettem még ladát, mert nekem az gyerekkoromban teljesen kimaradt. Apám volt egy örökölt Moszkvicsunk, amúgy meg Skodákat vásárolt, és aztán jöttek a nyugati autók. Azért vezettem már egy-két építettet, de mindegyik karbis volt. Meg olyat is, ami gyári motoros, erős és karbis. Ugye van az az 1005-ös, amiről videó is készült, a finn piacos 1005-ös. És az is egy ilyen nagyon izmos autónak érződött, de megmondom őszintén, hogy az első pár száz méter után ez bármit leköröz, amit ideig én ladában vezettem. Tehát, hogy ez egy annyival tisztább, szárazabb érzés így befecskendezővel. Úristen, és a hangja milyen. Nem tudom, hogy egyetlen fogunk-e tudni hallatszódni. Ha csinálnál egy Initial D-szerű rajzfilmet ladával, és azon alapján elképzelnéd, hogy milyen a jó lada, akkor ezt képzelnéd el. Igen. És hogyha beleülsz egy általában egy karbis épített ilyen-olyan ladába, amik egyébként tökre szerethető dolgok. Abszolút. Tehát én nagyon-nagyon bírom őket. Persze. De hogy ez egy másik szint. Tehát ez annyira ki van faszázva, a kormánya, a pedálok, a váltó. Hát a váltó mindegyikben jó persze. Igazából, tehát ahhoz képest, hogy mennyire alacsonyan vagyunk, még ezekkel a bukanokkal is tud mit kezdeni. Persze, mondom, a kipufogó az egyetlen, ami most jelenleg probléma, de azt is majd orvosolom a következő hetekben. Meg ahogy a motor elképesztően kezes így alacsony fordulaton is. Fú! Megnyomkodom nekem a gázpedált, hogy lássuk mozogni a szelepet, mert akkor legalább ez is föl van véve. Atya világ! Nagyon menő! Maga a gázrudat is mennyire állatul néz ki. Nyomj le még egyet? Fú, nagyon király. És akkor itt szépen kinyitja őket mindegyiket. Szenzációs.
A kérdés az, hogy értem, tehát hogy ez egy olyan rendszer, ami kompatibilis magával a motorral, magyarán rá tudod csavarozni. Igen. És onnantól kezdve befecskendező, ha rádúsz gondolom valamilyen kompjútert, meggondolom, akkor van egy lambdaszonda a kipufogóban? Nem, lambdaszondát csak addig kapott, amíg programozva volt. TPS szenzorral van programozva. Nem, a programozás azt nem mi csináltuk, azt a Hub Dino-nál csináltak a srácok. Ugye egy Max-EQ Mini van rajta. Komolyan? És mit szólt Emil ehhez az autóhoz? Épp úgy befér. Hát azt gondolom. De abszolút, tehát hogy beszéltük akkor is, hogy hiába, hogy nyilván nem egy hatalmas erőgép, nem ehhez vannak szokva, de hogy ennek is megvan a bája. Persze. Tehát, hogy abszolút. De, mert erre akartam kiukadni, de akkor ez részben meg is válaszoltad, hogy van erre precedens? Tehát van erre szoftver, amit rá tud húzni, hogy igen, Lada motorhoz ezt a szoftvert kell rátölteni, vagy ez tök egyedileg nem, kellett? Nem. Nyilván egy alap, tehát odáig eljutottunk még, amikor csináltuk, hogy garázsban Karesz csinált rá egy programot, vagy hát nem is programot, hanem addig állítgattuk, míg legalább beindult, el tudtunk arra jutni, hogy akkor jó, akkor stabilan működik, még hogyha nem is egyenletesen, de lehet vele közlekedni, nem lehetett húzatni, de hogy legalább el tudjunk lábon jutni a programozásra. Úgyhogy az első kör az csak ennyi volt. És ahhoz még valami saját komputert használtad, vagy ahhoz már ezt a Max-EQ-t? Max-EQ-t. Nem, ugye nem volt saját komputere. Értem, tehát ez gyakorlatilag a befecskendező, az megjött effektíve ez a fekete doboz itt, és aztán kész. Lényegében igen. Igen. Egy idő még a TPS szenzort vettem együtt vele, hogy biztosan jó legyen. Ez nekem nem ismerős. Ez. A gázpedálás érzékelő. Oké. Megvan. Úgyhogy lényegében föl kellett szenzorozni, kell egy-két extra dolog hozzá, de megint az, hogy mivel ugye a Ladának volt gyárilag injektoros motorja, így például a főtengely, a jeladót, a szétáltsát, az Ektel adott, tehát hogy ez az egyhetes niváról van. Úgyhogy azzal sem kellett külön foglalkozni. Tehát akkor ez most kap egy főtengelyjelet, egy gázpedáljelet, és egy lambdával lett hozzá programozva, hogy ehhez ebből igen, a kettőből van még ugye neki egy vízfok jeladója, meg ugye a gyújtás. Na jó, és milyen lett az eredmény? Elégedett vagy vele? Abszolút fölülmúlta a várakozásaimat. Mennyit mutatott a Dino? Nekem ugye az volt ha annak örültem volna, hogy mondjuk, hogy akkor meg lesz jó, akkor így végre a 100 ló főtengelyem, és abszolút tudja, főtengelyen lett 124, ez azt jelenti, hogy egy keréken 106 ló. A 700-át! Nyomatékban pedig 35-36 Nm-rel lett több, tehát én 102-ről jöttünk föl 137-re. És még komolyan nem is adtam gázt, egyszerűen csak olyan ereje van kis gázon is, hogy nincs. Elképesztően erősnek érződik. Lényegében, most ahogy néztük a görbét, 2-3 ezernél van olyan erős, mint az előző motornak a csúcsnyomatéka. És hát egy ilyen 1200-es, ez mennyi? 1100 kiló körülbelül? Vagy hol volt 3 ezer súlyban? Tonna körül, azt hiszem a hivatalosan az ügyesúly ez 950. Te így gondolom fűre meg vagy, mert fordulatszám nélkül nem látom, de hogy meddig lehet forgatni? Hát lehet följebb még igazából, 7000-nél tilt. De nem nagyon volt még olyan, hogy nagyon megcibáltam volna a bajszát. Nekem csak félig avatott szemlélőnek, csak nagyon meglassítom, mert ez a kanyar is borzasztó, félig avatott szemlélőnek ez így késznek tűnik. Te hogy érzed magad benne? Tehát mi a következő lépés? Hát a futóművel még azért szeretnék utána menni pár dologgal. Igen, egy nagyobb, picit nagyobb féket, meg modernebb féket. Túl jó lett a hajtáslánc, ehhez már komolyan futóbb kéne? Ne, igazából alapból azért nem egy nagyon izmos dolog egy gyári fék a Ladán. Tárcsásítani a hidat nem akarom, de azért egy számmal nagyobb féket, csak ugye az meg megint egy számmal nagyobb felnézés kell, és itt jön ugye a probléma, hogy mi legyen az. Tehát, hogy alapból 13-as is nagyon nehezett találok olyat, ami szép, meg
meg elfér alatta, meg jó az osztókör, vagy még az osztók még módosítóval, még ugye utána is lehetne menni. De nagyon régóta szeretnék 14-est, de alapból nagyon kevés van itthon, ami ebből a korszakból jó lenne. Tehát, mint egy aha, tehát ami illik az autóra, teszem ebből. Igen. Ugye én japán felnit szeretnék, ugye ott mindenképp kell módosítózni. Ez olyan, hogy majd megint szépen összeszedem az alkatrészeket, nyugiba, és egyszer rászom, mint egy hetet, és kicserélünk mindent. Filozófiai kérdés. Ebben az autóban rengeteg év, rengeteg gondolat és rengeteg stáció benne van. Tehát sok mindent kipróbáltál rajta, sok mindenen végigmentél, megérezted, hogy jó, nem jó, tetszik, nem tetszik, tovább léptél. Ha ez valaha eljut egy olyan pontra, hogy azt mondod, hogy jó, innen nincs tovább, tehát kész a futómű, kész a fék, a motor meg a hajtáslánc, ezzel már nem nagyon tudsz tovább menni. Akkor rohadt nagy bajban leszek. Tehát, hogy mi jön ezután? Mit lehet még ezután kitalálni? Lehetne ezt újra kezdeni egyáltalán, vagy akkor ez az a pont, amikor át kell ülni a villanyautóba, és azt mondani, hogy meg vagyok? A villanyautó az nem az én világom, de igazából a fő problémám mindig az ez az autóval, hogyha nem tudok rajta mit csinálni. Attól tudok megőrülni, és ezért álltam neki az ITV-nek, és simán tudtam volna közlekedni Karbisra, és mert eddig is elég volt, de hogy nem is, engem nem maga a végeredmény érdekel legtöbbször, hanem azt, hogy csinálhatom. Aha. Tehát én akkor vagyok lényegében jó formában, amikor darabokra van szedve az autó, és agyalni kell rajta, vadászni az alkatrészeket, utána olvasni, tervezni, logisztikázni, az lényeg, furcsa az ide, nekem az néha sokkal több örömet jelent, mint hogy vezethetem. Tényleg? Igen. Jó, nyilván ezzel most, nem azt mondom, hogy ez most így... Jó, nyilván ez egy nagyon sarkított kijelentés, de hogy ez az autó ugyanúgy, neked elsősorban projekt? Persze, tehát én alapból is, amikor megvettem, én akkor nem szerettem vezetni, nagyon szívesen odaadtam bárkinek, figyelj, vezessél, nekem csak az kell, hogy én szerelhessek, meg belenyúlkálsak, meg ötletelhessek rajta, hogy mit, hogyan lehet megcsinálni. Aztán most már nyilván az évek során most már nagyon-nagyon szeretem vezetni. Ebből, amit most elmondasz, nekem az szűrődik le, hogy akár lehetne, nem tudom, indítani egy műhelyt. Azt mondani, hogy jó, az én ladám kész, mesterdarabnak megteszi, ha te is akarsz egy ilyet, akkor így kell feliratkozni. Nem akarsz ebben egy vállalkozást csinálni? Nekem ugye nem ez a szakmám, tehát én nem is vagyok műszaki végzettségű se, én egy csomó mindent meg tudok rajta csinálni, ami apróság, de azért tényleg, ami egy szakember szükséges, ahhoz inkább én is máshoz fordulok. Nyilván tudok embert, tehát hogy Karesz, aki csinálta ezt a motort, bárkinek nyugodt szívvel ajánlom. Ugye lényegében ez egy közös projektunk volt, tehát az egész úgy készült, hogy én is két hónapig konkrétan majdnem, hogy nála éltem délutánonként, mert nekem az fontos, hogy én ne csináltassam, hanem csináljam én is, mert akkor tanulok belőle. Persze. De a szakmai tudást, ami ehhez szükséges, meg az ilyen szintű precizitást, azt keresztette hozzá. Na jó, de akkor ne kerülgessük a forrókását. Van már a fejedben egy 10 éves távlatukép? Vagy 10 év múlva még mindig ezt fogod reszelni? Ami nem baj, csak hogy így gondolod, hogy ez az autó, és ezzel fogsz mindig foglalkozni? Igen, tehát én abszolút hosszú távra tervezek a kocsival. Már amikor megvettem 8 éve is tudtam, hogy ezt ameddig tudom, ameddig lehet megtartom, és most jelenleg már annyira sok mindent faragtam rajta, hogy nem is nagyon szívesen adnám el. Most nagyon kevesen tudnák értékelni azt, maximum azok tudnák, akik látták, meg ott voltak velem, amikor én ezt csináltam, és tudják, amit te mondod, a filozófiát mögötte. Van egy-két ember, aki érzi ezt, akinek mondjuk szívesen még ugye gondjára is bíznám, de nekik meg van saját projektjük, úgyhogy... Hát jó, de nem kell feltétlenül eladni. Mondtad, mesélted nekem, hogy van egy Fiat Panda például az életedben, tehát lehet azért mással is foglalkozni, hogyha ezt... Igen, mondjuk a Pandával nem tervezek ennyire mélyen belenyúlni a dolgokba. Hát azért majdnem sikerült. Jó, igen, az egy másik történet, hogy mekkora szívás. Jó, azt most hagyjuk már, egyszer megbeszéljük külön. Igazából amit itt kapirgálok folyamatosan az, hogy amikor valami ennyire, és ezt most tök jó értelemben a legjobb szívvel és a legnagyobb szeretettel mondom, amikor valami ennyire projekt, akkor tud egyáltalán valaha elkészülni? Tehát tud egyáltalán oda készülni? Szerintem nem. Alapból az, hogy ugye mindig majd kellenek karbantartások, stb. De tehát, hogy egyszerűen nem,
sose lesz vége. Tehát biztos, hogy ki fogok találni valami olyan dolgot, meg a jövőben is biztos, hogy lesznek olyan dolgokat fejlesztenek mások is, amit majd én szívesen belefaragok, amit még most nem tudok. Tehát, de igazából ez most az abszolút élvezhető autó. Szerintem úgy érzem, hogy most egy motorban megérkeztünk, aztán persze sose elég. Lada vonalon maradva esetleg egy 16 szelepet a helyére, ugye az most tényleg... Egy Fiat Bialberót megfogni is. Nem, ugye a Ladának a 112-es 1.5 vagy 1.6 16 V-jét, ugye azt is láttam, hogy abban is, ugye az alapból onnan indul egy 90 ló, ha ténylegesen egy nagyon erős, nagyon használható Lada motort akarsz, akkor a 16 V nagyon jó választás. Ugye a ladások körében azért erős a 8 szelepnek a védelme. Mert hogy ez az eredeti. Hogy az a Ladában Lada motort. És abszolút megértem, tehát hogy, mint hogy én is ugye azt csinálom. Tehát világos. De ha tényleg egyszer ez a motor annyira menthetetlen lesz, mert kikönyököl bármi. De akkor megvan az útvonal, hogy merre tovább. Én nagyon sokat hallottam, meg olvastam erről az autóról, meg találkoztunk, mutattad, de még így sem gondoltam volna, hogy ez egy ekkora nagy királyság. Nagyon szépen köszönöm, hogy megmutattad. Nagyon szívesen. Ilyenkor akar azt mondani, hogy gratulálok, és ezt tudom, hogy ez tök közhely, de basszus, tehát ez valami. Ez nagyon telibe van találva. Szuper. Hát ne feledkezzetek el feliratkozni, hiszen jövünk minden héten új anyagokkal, és hát reméljük találunk még egy ehhez fogható legendát, hogy megmutassuk. Sziasztok! Sziasztok!